az, amikor az ember szótlan, és nem is tud mit szólni, és gyűlölet van benne, és törne zúzna, és egyszerűen 50 ember életéről van szó, aki egy dolog, hogy meleg, de 50 ember, lehet, hogy nem is mindenki volt meleg közülük, csak egy olyan helyen voltak, ahol nem kellett volna éppen abban a pillanatban, és egyszerűen mélységesen így elkeserít, meg így szomorú az egész, ami történt, és a részleteket mindenki tudja a hírekből, igazából tényleg nem tudok hozzáfűzni semmit, tragédia, és iszonyat. Nagyon sok barátom írt, hogy nem csinálunk-e valamit, vagy nem történik-e valami, nagyon sok mindenkiben ugyanúgy feszengett ez a dolog azért, aki így érintett benne, főleg mint homoszexuális férfi vagy nő, azokban ez egy óriás feszültség, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon rossz érzés, félelem, és egy óriási sérelem átérzi az ember, hogy vele is megtörténhet, és egy pár barátom így írtam, hogy fogunk-e valamit csinálni, vagy hogy valaki, akkor én biztos tudnék valamit megmozdítani, és igazából amikor a déli órákban fogtam magam, és csináltam egy eventet, és a kollégámnak jeleztem, hogy itt megáll az élet egy percre ezen a téren, mert erre van kihatásom, és megosztottam, és nagyon-nagyon sok ember, számomra ismeretlen emberek is megosztották, és ők is ugyanúgy érezték. Nyilván benne volt egyet annyi, hogy így tetre kész voltam, hogy ezt valakinek meg kell csinálni, akinek van rá lehetősége. Én voltam az első, ennyi. Az egy nagyon jó dolog látni, hogy vannak jó emberek ezenek a földön, és nagyon sok olyan is jött, aki egyáltalán nem homoszexuális, nagyon sok az én kollégáim itt kijöttek az épületből, családtagok, rokonok, illetve nagyon sok barát, és ez egy borzasztó érzés azért, amikor így összefognak emberek, és tudottak egymásra, hogy van szeretet feltétel nélkül is. Nagyon szép volt, ahogy itt egy percig csöndben álltunk, és nagyon jó volt látni, hogy másokat is megérintett ez az eset. Nekem a Hubert az ismerősöm, és elég hamar láttam, hogy szervezett egy ilyen eseményt. Ez kicsit sajnálom, hogy másoknak ez nem jutott eszébe, de annak örültem, hogy sokan eljöttünk, sokan tudtunk emlékezni. Mert nagyon felgyorsult, meg ilyen elglobalizálódott világban élünk, tudod, de amikor nem nagyon állunk meg. És ha valamikor meg kell állni, akkor ez egy ilyen esemény, amikor ártatlan emberek teljesen értelmetlenül meghalnak. Azért tartottam fontosnak azt, hogy eljöjjek, mert olyan emberekkel történt ez a szörnyű eset, akik hozzám hasonlóak abban, hogy az LMBTQ kisebbséghez tartoznak. Meg is rémültem egy kicsit, mert azt gondolom, hogy ez bármikor, bármelyikünkkel megtörténhetne egy hasonló helyszínen.